Az 1956-os forradalom leverését követő május 1-én Kádár János ünnepi beszédével kezdte meg hivatalosan az állami televízió a működését. Ezzel a beszédével jelezte Kádár a külvilág és az ott itthoniak számára, hogy ura a helyzetnek a forradalom leverése után. Az állami tévé 40 évig, a kereskedelmi tévék megindulásáig egyeduralkodó volt. Az állami tévék sajátossága volt, hogy a műsorok között bemondók köszöntötték a nézőket, elmondták az aznapi programot. Kezdetben 4 műsorvezető váltotta egymást. Köztük a legnépszerűbb, a mezőtúri születésű Tamási Eszter volt. 3 milliós rajongótábora imádta kisfiús haját, melyet maga készített el, csak úgy, mint ruháit. A titka egyrészt állandó jókedve volt, és másrészt azon képessége volt, hogy a neki adott szöveget a szemével lefényképezte, és így memorizálta. Abban az időben, amikor még nem volt sugógép, ő állandóan a kamerába tudott nézni, míg a többiek a papírból olvasták a szöveget. A kereskedelmi tévék bejövetele eltüntette a bemondókat. Sokan ezt már nem is érték meg közülük, mert fiatalon meghaltak. Ugyanis a kezdeti időszakban használt stúdiólámpák rákot okoztak. Ez lett Tamási Eszter veszte is. 30 éve hagyott itt bennünket.